Minden ablak ki van törve, erkély nincsen már, redőnytokok lógnak, és hát azt látjuk, hogy úgy tűnik teljesen tönkrement a lakás. Elkeseredetten mutatta meg a semmi vélet lakását az egyik ott lakó nő stábunknak még 2019. októberében a Szekszárdi Herman Ottó utcában, miután az egyik négy emeletes társasházban hatalmas erejű gázrobbanás történt. A detonáció következtében 100 embert ideiglenesen ki kellett lakoltatni, 5-en pedig megsérültek, közülük egy fő állapota súlyos volt. Úgy tudtuk befúrni, hogy egy kollégánk fúrt, kettő meg belülről nézte, hogy megmozdul vagy nem mozdul meg a födén vagy a fal. A robbanás után hónapokig tartott, amíg a szakemberek egyáltalán statikailag biztonságossá tudták tenni a házat. A teljes helyreállítás csak ezután kezdődhetett meg. A rendőrség már a robbanás napján nyomozásba kezdett, amit most zártak le. Az elmúlt hónapokban rengeteg szakértőt bemondtak az ügy vizsgálatába, és minden szóba jöhető tényt alaposan többször is megvizsgáltak. Végül arra jutottak, hogy a több mint 100 ember életét veszélyeztető detonáció az épület egyik lakásának rosszul elvégzett felújítása miatt következett be. A fővállalkozó átadta azzal, hogy a felújítás elkészült, és a lakás berendezései, így a gázkonvektorok is rendeltetésszerűen használhatóak. Megállapítottuk továbbá, hogy a lakás gázszereléséhez a fővállalkozó által megbízott alvállalkozó, a gázhálózat kialakításához, a konvektorok felszereléséhez, bekötéséhez és üzembe helyezéséhez sem rendelkezett szakmai felhatalmazással és szükséges képzettséggel. Vagyis a társasházban található lakás felújításakor a megbízott gázszerelő hibázott. Ez okozta később a hatalmas detonációt. A munkát végző férfi nem is rendelkezett gázkészülék szerelő képzettséggel, úgy tudjuk, csak vízvezetékrendszereket javíthatott volna. De nem csak ő, hanem a renoválást elvállaló fővállalkozó is gyanúsított lett az ügyben. Ezért az ügyben kollégáim gyanúsítóként hallgatták ki a lakás teljes körű felújítását végző vállalkozót, egy 70 éves szekszárdi férfit, valamint a gázszerelést végző alvállalkozót, egy 48 éves medinai férfit. Mindkét férfi gondatlanságból elkövetett különösen nagy vagy azt meghaladó kárt okozó gondatlan közveszély okozásáért felel majd, vagyis a 100 ember életét veszélyeztető és több mint 50 millió forint kárt okozó robbanásért akár maximum 5 év börtönt is kaphatnak fejenként.